egyenes leszármazottai vagyunk Széchenyi Ferencnek. Széchenyi Ferencnek legkisebbik fia volt István, aki a mi dédapánk. Istvánnak két fia volt, Béla és Ödön a mi nagyapánk. Ez az egyenes leszármazottság. A grófi rang az még talán előbb kellett volna mondani, hogy az, hogy mi kiírtuk volna az, hogy gróf Széchenyi, csak Széchenyi. És hogyha kiírtuk, akkor kaptunk rögtön egy intést, hogy azért nem kell kiírni, azt tudja. Vagy tudják az emberek, vagy nem. Úgyhogy ezek a kapcsolatok az arisztokrácia körbe megvoltak, tudták. És egyesek tudták azt is, hogy ki volt a Széchenyi István, de mondjuk... De az egy nagyon kis intellektuális kisebbség volt, aki ezt tényleg tudta. Hát inkább a grófi családnak szól. Igen, vagy pedig a történészek is, ezek a professzorok. Egyetlen egy iskoláról tudok, az Észak-Németországban van, ahol Széchenyi tanulták is. De ez nagyon-nagyon ritka. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon kevesen voltak. Például az én férjem azt tudta. Azt nagyon is tudta, de ő egész különösen a történelmet különösen szerette, és nagyon is tudta a Közép-Európáról szóló történelmet. És aztán jobban és jobban megismerték, persze. Én szerintem egyáltalán nagyon kevesen tudtak Magyarországról. Ez egy olyan különböző oka is lehettek ennek. De a magyar kultúra nem volt nagyon ismert nyugaton. A keletiek többet tudtak a nyugatról, mint nyugat-keletről. De ez mindig így volt. Vagyis legalábbis addig én azt találom, hogy amikor a nagy menekülés megindult, a nagy menekülés 56 után, ugye, amikor elárasztották, azt lehet mondani, a magyarok Európát és Amerikát, akkor lettek igazán ismertek a magyarok a történelmükkel is. Látva mindazokat az intézményeket, amelyeket Széchenyi Ferenc, Széchenyi István alapítottak, látogatva ezeket az intézményeket, hogyan érzik, hogyan látják ezeknek a sorsát? Jó kezekben látják-e? Hát ezek az intézmények azt hiszem nagyon jó kezekben vannak, és azt hiszem, hogy egy ilyen, hogy az országnak ez nem csak egy gazdagság, mindenféleképpen egy olyan hagyomány, amit nem is lehet fölmérni. És azt hiszem, hogy az egész politikai viszontagságokon keresztül azért megmaradt. Megmaradtak azok az értékek,